Hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit Los Angelesből. Megérkeztünk Amerikába. Üdvözlök mindenkit a Big Block TV idei adásaiban. 2022. Köszöntünk mindenkit Los Angelesben. A kamerák mögött Grande. Sziasztok! És üdv! És mi Pasadena-ban vagyunk. Egészen cuki kis házikóba. Ugye hol? Hát Lati, kedves cimboráknak a házikójában. Szevasz, amigo! Üdvözöllek! Szia, szia, szia! Ő itt Banóci Attila, ami borzasztó nagy és nagyon jó cimboránk, és hivatalosan is a Big Block TV tagja, és óriási nagy segítséggel szolgál nekünk, ugyanis velünk fogja tölteni ezt a közel 3 hetet, és együtt fogunk bandázni, és mindenképp szerettünk volna téged bemutatni a nézőknek, hogy mostantól igenis jegyezzék meg ezt a marha menő külsőt, ami Atinkat, és nem hiába szólítjuk úgy, hogy Lati, L-A Ati. Ezentúl így fogjuk szólítani a Lati, amigo mio, és hát itt vagyunk a kis parcelláján. Srácok, fordulok egyet. Fordulok egyet? Mert ugye, ami a lényeg, nem csak a házikó, hanem a flotta. Ugye itt van előttünk. Céges autó. Hashtag céges autó. Egy 2011-es Porsche Cayenne S. Nagyon fontos hozzátenni, ugyanis a sportfelszereltség. Természetesen V8. Természetesen V8, 4,8-as motorral rendelkezik. 4,8 V8, így a legegyszerűbb megjegyezni. És hány lóerővel bír? 400. És tényleg ezt fogjuk vezetni, Grande? Atya úristen, de rossz lesz. Jézusom. Csúnya 22-eseken. Csúnya 22-eseken, és még nagyon fontos hozzátenni azt is, hogy Latinak a flottája árulkodik arról, hogy melyik a kedvenc színe. Lehet kettőt tippelni, hogy melyik a kedvenc színe amigónak. Na vajon nyilván mi? Nyilván fekete. A lófrancot, a lila. Minden fekete, és én ezt nagyon bírom. Mocskosul jól néz ki. Szerintem sétáljunk oda-vissza. Mindenképp, amíg még világos van, ugyanis úgy érkeztünk meg, hogy már tavalyhoz képest lett egy nagy átalakulás. Ugyanis tavaly is sokat bandáztunk együtt Latival. Erről a motorról mit kell tudni? Hanyas évjáratú, amigo? 2018-as. Hát ez egy friss gyerkőc tulajdonképpen. Idén lett 4 éves. És milyen motorral rendelkezik? A 107 köbincs, és biztos, hogy akkora nyomatékkal, hogy el tudná húzni a mögöttünk lévő házat. De ha már szóvá tettük, ez a kis építési ház, ez tökéletesen képviseli az amerikai életstílust, főleg itt Los Angelesbe, és egy olyan klassz elhelyezkedése van ennek a háznak. Mellettünk út, szintén mellettünk út, folyamatosan azt fogjuk hallani, ahogy a blablabla kőkemény V8-as verdák itt felébresztenek minket. Egyébként amit imádunk. Mögött... Tessék? Amit imádunk. Amit nem imádunk, baj. Köszönöm. És pár kilométerre, talán hány kilométerre lehetnek a hegységek? 1, 2, 3? Hát, oda lát a kamera. Ne hülyéskedj, majdnem 10. Ennyire csal egyébként a látszat, ugyanis fontos hozzátenni azt, hogy ezek óriási hegységek ám itt Los Angeles mögött, vagy előtt, ahogy nézzük, fölött. Ugyanis fölött. Mondjuk. A lényeg az, hogy ugye Magyarország legmagasabb pontja az 1014 méter, ha jól emlékszem. Javítsatok ki, hogyha nem így van. És Los Angeles legmagasabb pontja több mint 3000 méter. És belőle rengeteg van. Ha jól tudom, Pasadena mögött egy 2000 méteres hegység van, szóval... Ami imádni való Los Angelesbe, hogy bent a városban el lehet krúzolni, föl lehet menni a hegyekbe, igen, föl kell öltözni. Úgy van, hogy ki egy lehet nap, menni a sivatagba. Pontosan egy nap el tudod azt játszani, hogy felöltözöl, téli sapka, sál, kesztyű, felmész a hegységbe sielni, mert találsz havat, igen. Majd jössz lefelé és legurulsz a partra, kisgatyába, szőrdeszkába, és konkrétan ezt egy nap el tudod játszani. Egészen elképesztő klímája van ennek a városnak, és borzasztó sokszínű. Ugyanúgy, mint például Lati, ugyanis van neki még egy Chevy Colorado pick-upja is. Bizony. Szintén tündököl a fekete színekben. Imádjuk. És hogy milyen magas? És milyen magas, és róla mit kell tudni? Milyen motor van benne? 2.8-as diesel.
2.8-as dízel, hát volt már szerencsénk hozzá tavaly, ugye Denis Amigo Mio, hát sajnos nem tudott eljönni ebben az évben, mert sok dolga lesz odahaza. Szépen képvisel minket a Cadillac Ranch autós találkozón, Lajos Mizsén, amit minden évben meg szoktak szervezni, jól emlékszem, június első vasárnapján, úgyhogy tessék mindenképp a következő években is jelen lenni. És hát ugye Chevy Colorado piszkosul vagányul megcsinálva, ide van ráhelyezve egy ilyen kis bicikli tartó, ugye szokta csapatni a hegyekben a bringával. Nagyon jó, annyira, pontosan bicikli, erről beszélek, motor, hogy minden, így van, hogy mennyire autó. Sokszínű Lati. És ugye, amint említettem, volt hozzá szerencsénk már tavaly, hát ha minden igaz... Ez egy európai méretű autó, tehát itt kicsinek számít tulajdonképpen, meg furcsa, hogy 4 hengeres és turbodízel, de hát mi vagy Attiláról van szó, azért nyilván nem a gyári lóerőt képvisel, ugye 185 a gyári, és most 240 körül van. 240 körül van most, ezt mindjárt lehet 300-ra is egy kit, de tökéletesen elég, nagyon jó megy, nagyon nyomatékos, és ami nagyon fontos, hogy borzalmasan magas, és majd mindjárt mutatunk egy világítást, mert az nagyon komoly. Ugye számtalanszor hozzátettük azt is, hogy azért itt Los Angelesben te alakíthatod az autódat, és hát ugye az idei évről is erről fog túlnyomó részt szólni a Big Block TV adások. Nyugodtan csapassad mindenkért, hogy ha úgy szeretnéd, fel tudod szerelni ilyen fényekkel, brutál mód ki fogja csapni a világi a mindjárt kamerát. Mindjárt messzebbről mutatom. Igen. Nagyon komoly, és ez itt engedélyezett. Tehát, hogy... Hát... Nálunk leszedetik, itt meg van. Itt meg... Most őszintén, ez itt engedélyezett? Nem, hát terepen. De... Terepen? Igen, terepen, igen. De nem kell leszerelned hozzá. El is veszem a képet, mert kiégünk. Jó. Buf. A rohadt életben, hát sötétedik gyerekek. Hát nyilván későn érkeztünk ide. Hát a lelkesedés az határozottan megvan, ez tart minket életben. Úgyhogy ennyi volt a pick-up, de pontosan ezért szeretem, hogy van itt annyiféle Verda, és de más azért, mert itt engednek téged élni, itt engednek téged élni a hobbidnak, nem? Igen, meg az, hogy mekkorát húztál vele Attila tavaly a lakóautót? Pound, azt nem tudjuk rengeteg, elszámolni, de... Rengeteg. De nem ugyanazok a normák vannak, nagyon mindenünk. Tehát, hogy sokkal nagyobbakat lehet húzni az autóval. Imádjuk, nagyon. Beszéljünk a Harley-ról. Beszéljünk a Harley-ról mindenképpen, és tök jó, hogy felkapcsolódott a villany, szerintem tök jó a kép. Nagyon figyelj, jó. Figyelj, gyönyörű, ugye? Hibátlan. Ugye miket alakítottál az idei évben rajta? Új kerekek, gumik, kormány, ezek a bukócserek elől-hátul. Háttámaszt, az ülés, kipufogó, végszűrő, jó, nagyon van egy jó ilyen van. Tuning box, és a hifit. A hifit. Igen. Ugye ez konkrétan a lowrider kultúra stílusát szeretnéd képviselni, és abszolút hozza is, rendkívül mód. Hátul egyébként megtalálta a poncsó is, a tradicionális lepedő takaró. Mutatom. A mexikóiaknak, és az is fekete-fehér színekben pompázik. És egyébként nem tudom, Grande, de láttad-e, hogy a sunyiban elrejtett solid pinstripe. Bizony. Zseniális. Nagyon jó. És nem csak itt van. Na hol? Hol láttad még? Mert a dobozon is van, ugye, Ati? És a dobozon is ott van. És annyira jó a fényezés, hogy én tükrözök. Nagyon jó. Hát ugye itt is megtalálható a halfarok kipufogó, ami igenis szükséges egy lowrider motoron. Úgyhogy nagyon imádjuk, borzasztóan szeretjük. Ugye viszont említett már egy pár szót egyébként Lati a Factory 47 cégről, amit épp képvisel a ruháján, igen. Ahogy kell, egy büszke vásárlója a cégnek. Másodt is mutatom. És a Grande megmutatja nektek, hogy hát a kis plakett, ugye? Igen. A váltóból, de nem, igen. Azon van. Na, szóval egyébként oda is el fogunk látogatni, alig várjuk már egyébként erre a helyszínre. Sok kiegészítő ettől a cégtől van, ugye a háttámla is tőlük van? Igen. Nagyon jó.
meg a bukókeretek, a társa melletti bukókeretek, kormány. Na most őszintén abból a visszapillantó tükörből mennyit látsz? Lehet látni. Lehet? Az előbb rajta ültem, és lehet látni. Tényleg? Határozottan. Nagyon jó. Mennyire határozott, mennyire nagy, mennyire disznó. Imádjuk, nagyon. És tényleg én oda-vissza vagyok ezekért a fekete dolgokért. Na, hát akkor egy pillanatásra tekintsünk már be a Porsche-ba, hogy mi lesz a céges Verda. Nézzük több meg. Mint 2 hétig. Ugye, amint említettük, visszahelyezem ide a hangot, srácok. Biztos, hogy hullámozni fog egy picit a hang, de hát... Hát, hogy nincs itt. Nincs itt a kulcs. Bent van a kulcs, ugye? Nem, ott van a cikapon. Semmi gond? Lati szalad. Én leteszem ide az üdítőt, mert én közben megittam. Reméljük, hogy nem felejtjük el. De ha már ide fordultunk, hogy ez a tipik amerikai utak, és ugye mekkorák. Igen. Milyen hatalmasak. Itt azért bőségesen vannak méretek, és hát nem hiába építettek annak idején, meg még most is óriási verdákat. Nincs kint, akkor bent van a kulcs, Lati, valószínűleg. Várjál! Nálam van, milyen jó zsebbe. Figyelj, én már elvettem. Grande már zsebbe dobta a kulcs, de mutasd meg a kulcsot mindenképp, hogy egy kis Porsche-t kis formáz. Porsche, karbon Porsche. Úristen, rohadt. Nagyon jó. Zseniális. Pöccítsd ki! Nyitunk. Erről a Verdáról azt kell tudni, hogy egy 2019, de már beszéltünk róla, de nem baj, bemutatjuk közelebbről. Igazából az Európában ez van Porsche. Tehát, hogy szerintem a Porsche az mindenütt Porsche. Porsche az mindenütt Porsche, abszolút egyetértek veled, de az arról tudunk valamit, Lati, hogy miért pont Porsche? Mindig szeretem ezeket, és volt már egy másik ilyen, meg 911-esem, aha. Egy turbós. Csak hiányzott, kellett még egy. És honnan sikerült hozzájutni? Melyik városból? A San Francisco-ba találtam. Felvetültem oda reggel, és délután már itt voltam Los Angeles-ben. Nagyon jó. Remélem halljátok Latit. Mit akarok kérdezni még? Ezért így ebben az állapotában vásároltad? Nagyjából csak a kerekeket rátettem. Ja, hogy nem ezekkel a kerekekkel. Igen. 16-os voltak rajta, és most 22-es. Szégyen. 16-os felni, szégyen. 20? Ne. 22. 22-es, mert van. Állítólag nem a méret a lényeg. Hát nem a... De a 22 az 22. Így van. Zseniális. És ugye belül is minden fekete, ugye szóvá tette Lati azt, hogy muszáj az, hogy belül is fekete legyen. Abszolút. És az is. És az is. És még a kipufogók is. Figyelj, biztos, hogy rendkívül. Mindjárt beröffentjük őket majd, de majd azt hamarosan. Hát a csomag fér. Hát ezek ismert dolgok. Abszolút. De nem baj, azért mindenképp megmutatjuk. Ohohoho! Mit rejt a csomagtér? Kérem szépen! Egy big blokkos sapka. Egy big blokkos sapkát, ugyanis tavaly is velünk járt Lati. Együtt bandáztunk, úgyhogy nem hiába tagja a kis csapatunknak. Nagyon szeretjük már most ezt az autót, és biztos vagyok benne. Imádom benne azt, hogy olyan rend van nála, hogy minden élére állítva a garázsba. Na hát, és igen, itt a garázs, mert hát... Azért van itt egy pályamotor a sarokba, van ott egy Ducati bent a sarokba, van itt egy KTM-nek mondjam, vagy Husqvarna-nak. Husqvarna. Ez egy Husqvarna. Így van. Szóval azért van bolond. Ennek nagyon nem ez a gyári színe. Szerintem, hogyha a Husqvarna-sok látnák, akkor összúrnák magukat, hogy fehér, feketére fehér, kék, arany. Fehér, kék és arany, sárga. Sárga. A színe neki. És a mögötte lévő motor? Az a Szent Grál, a Ducati, ugye? Igen. Attilának a... Az hanyas évjáratú? Az 2016-os Monster, a 1200-as R. És ez a kedvenc, vagy... Nem tudom, mostanában a Harley csak egy éve van meg, és az nagyon tetszik nekem. De... Még azt is nagyon szeretem. Minden, ami kell a garázs. Ugye? Hogyan kell kinézni egy férfinak a garázsának? Férfi barlang. Csajokkal, verdákkal. Kutyákkal. Ugye? Kutyákkal. Így, mert ez nyilván hozzáteszük azt, hogy Latinak van két gyönyörű szép kis kutyája, majd bevágjuk ide nektek mindenképp. Őket is nagyon szeret. Ugye Daisy és Gatsby. Nagyon jó. Na, itt a színe a Husqvarna-nak, ilyen kék. Ennyi maradt a színből. Tehát van itt
a flottában 4 darab motor. Megmutatom a Kawasaki-t is. Az, nagyon az mindenképp. Ő a... Egy Kawasaki. A Kawasaki Ninja. A ezres. Az egy 2005-ös. Megvan a taxi filmek. Ninja! Állandóan. Figyelj, ahányszor ezentúl mindenki azt fogja mondani nekem, és hát nem ezentúl, a filmek óta azt mondja nekem, hogy Ninja! Akkor egyből a film jut eszembe. És az elengedhetetlen. Hát Porsche. Igen, a szerelem. Tényleg jó. Ebben mikor mentél Attila utoljára? Tavaly. Igen? Volt egy itt, már... De használod igen. Utcán vagy pályára? Utcán. Már nem nagyon megyek a pályára. Szerintem mindenképp említést érdemel a mögötted lévő 170 cm magas ja. Husky szerszámos tartó. A gyengénk. Brutális. Ugye minden férfinek a gyengéje a szerszámtartó. Nem mutogatunk bele. Nem kell kihúzni. De azért... De tehát, hogy mi minden rendben. Vannak tehát, dolgok, amiket a férfiak nem szívesen húznak ki. Hát kérlek szépen, a Husky szerszámos tartó az olyan, amit szívesen. És nézd meg itt is, stoki, rend, ahogy kell. Nem jövünk szerelni, mert biztos, hogy kuplerájt hagyunk magunk után, úgyhogy lehet utánunk. Jaj. Hihetetlen rend. Igen. A sisak. Igen. Ami kell, ez szép volt, Garcia, nem volt? Már meg se érkeztünk, már rendezkedünk. Figyelj! És már tönkre teszünk egy csomó dolgot. Vissza! Persze. Vissza. Ezt is toljuk vissza a helyére. De mennyire... De miért vagyunk ilyen betegek? Imádunk mennyire kupát finom. Fogni. Mennyire finom volt csak bedugni. Mármint betolni, elnézést. Hopp, egy hopp. Mit láttál? Egy matrica. Ja, a Factory 47-nek a matricáját, ahova minél előbb el kell majd mennünk. Shift 2-6. Ez latinak a beceneve, ami itt látható a rendszám táblán. Shift 2-6. És egyébként így meg is fogjátok találni Instagramon Latit. Kukac Shift 2-6. Mindenképp, persze. Hopp, egy Garcia matrica. Ne hülyéskedj, ez is itt van. Ja, tudom ki. Ja? Nagyon jó, hát azért kicsit úgy érzem magam, mint a GTA-ban, amikor kipipáltad az összes küldetést, és akkor így a mellékküldetéseket elkezded nyomatni. Elmegyünk mellette. Mellette sétáltál. RS 5. Ne, bocsánat, S5. Azért, na. Kicsit Lati szégyenkezett, hogy poros. Poros. És? Atya úristen, és? Jó, azért nagyon fontos hozzátenni, hogy a fekete színen, egyébként hogy bírod ezt? A fekete színen nehéz. Minden. Nehéz. Minden meglátszik. Igen. De hát régen gurultál vele már. Ennyi. Kész. Nincs ezzel semmi baj. Poros. És akkor mi van? Én úristen. Mondtam neki, hogy tavaly piros kerekek voltak rajta. Tényleg. És most egy másik kerék, már ugye az nem volt jó a kerék, javítatni kellett. Igen, és akkor leszetted, mert ez nekem szebb volt. Tényleg? Nem rajongok a piros színért, de nagyon jól nézett ki a piros kerékkel. Hát nem is tudom. Nekem meg iszonyatosan megy az is, vagy ez is. Nagyon jó, hát nagyjából bemutattuk a flottát, mit szóltok hozzá, srácok? Harlin kívül egy európai garázs bemutattunk Los Angelesbe, nem igaz, mert a track se az, de... Ahogy látjátok, körülöttünk már határozottan sötétedik az égbolt. Mit mutat a kamera egyébként? Tök jó a kép. Tényleg? A klíma beindul határozottan, de nincs ezzel semmi baj. Meleg van, Kalifornia. Meleg van, figyelj! Miről beszél? Ja, még azt akartam elmondani egyébként, hogy köszönjük szépen, azért az asszisztencia jelen van kőkeményen. Már is borzasztóan kedvelem a házikót. Ugye itt vagyunk Pasadena-ban, és Pasadena az egy város Los Angeles megyének az északi részén, jól mondom? Igen. Nagyjából az északi részén, olyan városok, a szomszédunk például Hollywood, Glendale. Van egy csomó, úgyhogy tulajdonképpen innen elég klassz lesz körbe-körbe járni majd Los Angeles megyét, és elmenni ezekre a kis rendezvényekre, helyszínekre és minden egyébre, úgyhogy megmutassuk a kutyulikat? Van kedved? Megmutatjuk a kutyulikat? Hát ha már szóvá tettük. Hogyne.
Gondolom nem akadály, hogyha a fiataloknak megmutatjuk a kis kedve. Na már egyébként dobtunk egy kis magyar aprót. Valamelyik bunkó, mindjárt mutatom. Igen. Mi... Bocsánat. Mi? Hát egyből odadobtam neki a Londinernek. A Londinernek, hogy hozza be nekünk a táskákat. Hát jöjjön Gatsby és Daisy előtt Atina édesei, de nézzétek meg. Imádnivalóak. Hát szevasztok. Tudtok magyarul? Hogy? Így élnek a Los Angeles-i ebek. Ugye? És hát a klasszikus amerikai építésű házikónak a beltere. Kapunk már is egy jelzést, fogalmunk sincs, hogy mi csipog. Csip-csip, itt van a hűtő. De hát Garcia cselekszik, egyből kiszúrta. Szevasztok, ebek! Szóval ez a kis klasszikus Los Angeles-i építésű házikóban fogjuk tölteni a mi közel három hetünket. Amit köszönünk szépen előre is a filmást. Ne viccelj, hát basszus tényleg. Ugyanazt beszéltük, hogy ő Magyarországra jön, akkor micsoda? Folytatjuk a bandázást tovább. Így van. Határozottan parancsolj, próbálok itt úgy dolgozni, ennyi, kész, kinyomta a francba. Szóval igen, hogyha jön Los Angeles a Magyarországra Lati, akkor csapatjuk Gőzerővel közösen. És hát az is jó egyébként, hogy a következő két hetet kivette szabadságnak, úgyhogy velünk tart minden egyes programra, minden egyes helyszínre, amit szeretnék nektek határozottan bemutatni, ugye lesz dolgunk majd motorépítő műhelyel, elmegyünk szintén Camptonbe, úgy fogunk oda járkálni basszus, mint hogyha nem is tudom, a nagyhoz járkálnánk hétvégente. Illetve legurulunk még San Diego-ba, megnézzük Mr. Rabbit-et, hatalmas pacsit dobunk neki, megöleljük Yolanda Garciát, és még sok-sok klassz helyszínre fogunk ellátogatni, de a lényeg az, hogy így most hárman, ugye Grande, Lati és velem Garciával. Lélekbe Denisszel. Természetesen lélekbe Denisszel, folyamatosan tartani fogjuk a kapcsolatot Denisszel, videóhívás és egyéb dolgok. Egyébként be fogunk jelentkezni majd a Cadillac Ranch-re is, a Lajos Mizsi, az mennyire menő már Grande, nem? Los Angeles. El tudjuk azt mondani majd, hogy élő adásban bejelentkezünk Los Angelesből. Denis a másik oldalon, Lajos Mizséről beszél velünk majd, ugye itt azért úgy emlékszem, hogy korán reggel lesz. Igen, nem baj, korán kerünk. Nem baj, ott olyan délután 3 óra környéke lesz, úgyhogy fogjuk csapatni neki gőzerővel. De még mielőtt lelőjük a videót, szerintem indítsuk be a verdákat. Mit szóltok hozzá? Legalább a Harley-t, nem? Meghallgatjuk még így nagyjából világosban, helyel közel, hogy milyen hangja. Legalább látszanak a fények is. Látszanak? Ú, tényleg. Menjünk. A műsor támogatója a Tiszafel Kft. Üzletberendezés és display. Támogatónk a Flame Power Kft. Lakatosipari termékek gyártása. Tervezve ez a motor. Szép, papám. Igen? Nagyon jó. Nagyon jó? De hát a kicsike túl kiabál minket. És hát óriási zene van egyébként a motorban, de nem fogjuk bekapcsolni, mert a YouTube nem szereti a zenéket. Letiltja nekünk, de... Minden, ami kell. Gyönyörű, szép, műszerfal.
és hát az elengedhetetlen Harley Davidson hang. Így fog telni a mi közel 3 hetünk Los Angelesben, Lati társaságában, és együtt bandázva a Big Block TV tagjával. Hát remélem, hogy tetszett ez a kis bemutató, ez az óriási flotta, amiért mi borzasztóan oda vagyunk, és alig várjuk már, hogy a Porsche-val bejárjuk LA és San Diego utcáit. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai adásban, és üdvözöllek titeket a Big Block TV amerikai, közelgő amerikai adásaiban. Adios, amigos!